is. Vigyérzem! Napsütötte őszi délután volt. Béla bá lakó ürege ajtajában üldögélt, és néhány gondosan egymás mellé rakott színes rongyikát tanulmányozott elmélyülten. Te meg mit csinálsz? A majrákta nyakkendő gyűjteményemet rendezgetem. De jó lehet. Nekem semmiféle gyűjteményem nincsen. Csak egy érdekes alakú dobozom. Tökéletes hely volna egy gyűjtemény számára. Nekem volt egy hatalmas vacsóska gyűjteményem. Csak sajnos múlt kedden véletlenül megettem az egészet. Rémesen hízlal, ha ehető dolgokat gyűjt az ember. Gyerekek, szerintem Valér biztos találna valami érdekeset, ha körülnézne a réten. Teszem azt, ott vannak az ormányos gyíkok levedle tüskéi. De undi, ki akarna gyík tüskéket gyűjteni? Az ilyesmi ízlés dolga. Gyűjtsél te is ilyeneket. Nem csak különlegesek, de remek szobadíszek is. Nekem túl lányos az ilyesmi. És a villamos jegyek? Nekem már van 7 darabom. De hát nem is jár villamos az elhagyatott réten. Az igaz, de egy-egy jegyet mégis ide fúj néha napján a szél. Valér csak a vállát vonogatta. Mi lenne, ha szerveznénk Valérnak egy gyűjtő expedíciót? Te izgi, azt hogyan kell csinálni? Nem nagy dolog. Csak elindulunk és kész. Aztán jó alaposan körülnézünk a réten. Hát, ha találunk valamit, amit szívesen gyűjtene Valér. Legalább közben kirándulunk egy jót. Mivel gyűjtő expedícióról volt szó, Hilda vitt magával egy hálós bevásárlószatyrot, Pofánka egy rózsaszínű hátizsákot, Béla be egy öreg bőröndöt, Titusz egy sportáskát, Zödön egy zsákot, Valér a furcsa alakú dobozát, Fityirc pedig... Tényleg, hol van Fityirc? Fityirc! Fityirc! Kiabálták a kuflik, de válasz nem érkezett. Biztosan valami más dolga akadt. Így aztán Fityirc nélkül indultak el. Vidáman szögdécseltek az őszi virágokkal petyezett réten, amikor Béla bá hirtelen megtorpant és a földre mutatott. Micsak! Pikkelyes mászócák! Látod, Valér, milyen szépek! Nem szeretnék olyan gyűjteményt, amelyik bármikor szerte szétmászhat. Ezt nézzétek! Zödön egy fél pár rongyos papucsot emelt ki egy bokor alól. Biztos lehetsz benne, hogy ilyet senki sem gyűjt az elhagyatott réten. Lehet, hogy ez nem is véletlen. Inkább gyűjtenék valami kevésbé ronda dolgot. Mint az ott? A madárra gondolsz, amelyik azon a nagy csíkos kövön ül? Nem! A nagy csíkos követ mutatom a madár alatt. Hogy tudnék hazavinni egy ekkora követ? Sehogy! Ez egy szabadtéri gyűjtemény volna. Valér csíkos óriás kő gyűjteménye. Ez lenne a neve. És amikor nézegetni szeretném a gyűjteményemet, mindig körbe kellene ugrálnom az egész rétet? Dehogy is! Ezen kívül nincsen több csíkos óriás kő a réten. Egy darabos gyűjtemény lenne. Nem gondoltál még a bárányfelhőkre? Annyi féle van, és olyan szépek. De állandóan változtatják az alakjukat. Nem tudnám megjegyezni, melyik. Ráadásul el is szállnak. Megvan! Gyűjtsél pacsolyákat! Az annyira különleges lenne. Eső után rengeteget találni a réten. Hogyan kell pacsolyát gyűjteni? Hát gondolom, egyenként. Laborba. Az a kérdés, mitől pocsolya egy pocsolya? A víztől, vagy a mélyedéstől, amiben a víz benne van? Elég! Egy szót sem értek. Talán a pocsolya mégsem volt jó ötlet. Keressünk más gyűjteni valót Valérnak. Éppen átvágtak volna egy szomorka bokor ligeten, amikor váratlanul belebotlottak a fűben fekvő Fityircbe. Te meg mit csinálsz itt? Bámultak rá csodálkozva. Gyűjtögetek! Úgy nézel ki, mint aki heverészik! Ötleteket? Hát heverészve is lehet gyűjtögetni. Azt meg hogy kell? Egyszerű. Csak bámulom az eget, és közben eszembe jut ez az. Egy rugos, bögre görbítő.
Egy lepke lebegtette lila léghajó, vagy éppen egy csavarmenetes mion-mion kinyomó. Aztán mit csinálsz velük? Elteszem a többi ötletem közé. Hova? Egy boltra vagy ilyesmi? A fejemben bőven van ez ilyesmi, nem? Ez nagyon jól hangzik. Én is ötleteket akarok gyűjteni. Azt mondtad, olyasmi nem érdekel, amit más is gyűjt. De hát nekem egészen más ötleteim lesznek. Ez igaz. Valér megtalálta hát, amit akart. Viszont nem sokára ránk esteledik, barátaim. Irány a kupacunk. A kuflik elindultak hazafelé. Kár, hogy mi végül üres kézzel jöttünk haza. Miket beszélsz? Mi is gyűjtöttünk valami nagyon értékeset. Egy igazi, életnagyságú fityircet. Kiáltotta hangosan Titusz, és hangját vidáman visszhangozta az elhagyatott rét. Azt hiszem, játszunk zsunyért, meg kopollánt. Felhős délután volt, szél se fújt, madár se nyikkant. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen szunnyat napon történhet-e bármi érdekes. Töprengett álmatagon Valér. Mi az, hogy szunnyat? Kérdezte félálomban Zödön. Egy szó. Azt jelenti, hogy szunyókálós és punnyat. Vannak ám semmit nem jelentő szavak is. Például a zsunyér, vagy a kopollán, mondta Fityirc. És ettől nem szomorúak ezek a szavak? Aggodalmaskodott Hilda. Ugyan, dehogy! Rázta a fejét Bélabá. Jönnek, mennek a világban gondtalanul. Legfeljebb néha unatkoznak egy kicsit. Mivel nincsen semmi dolguk, ha összegyűjtenénk az ilyen szavakat, talán segíthetnénk nekik, hogy előbb-utóbb jelentsenek valamit. Remek ötlet! Kérdezősködjünk kicsit a réten! A kérdezősködés már sokszor bevált. A kuflik mindannyian más irányba indultak el. Titusz a varázsgombáknál érdeklődött, Pofánka a zöld pöttyös csupszokat kereste fel, Bélabá a macska legyek királyához fordult tanácsért. Hilda egy hatlábú lókutyát faggatott, Valér a kéreg lakó sodorkáknál puhatolózott, Zödön a potrohos makvacokat kérdezgette. Fityirc meg, nos, ő csak úgy szögdécselt a réten, és beszélgetett ezzel is, azzal is. Nem csoda, hogy ő ért haza utoljára. Végre! Akkor most mindenki mondja el, mit talált. Mondom is. Vargyvuk, surnyung, zsorty. Mibe, hogy a varázsgombák mondták ezeket? Nevetett a beszélő fatuskó. Slump és töfgöny, ha jól értettem, amit az egyik csupsz mondott. Tomz és Fletyár, ezeket tudtam meg a macska legyektől. Klofzér, Vahongy és Ksong. Pönc, pönc, pönc. A sodorkák meg ezt az egy szót mondták. A makvacok is elárultak egyet, csak szögdécselés közben valahogy kiesett a fejemből. És te, Fityirc? Arra gondoltam, én semmit sem jelentő szavak helyett inkább olyasmiket gyűjtök, amikre még nincsen szavunk. Azzal elővett néhány dolgot a zsebéből. Ezek meg micsodák? Ha lenne nevük, tudnám. A többiek pedig gyalog jöttek, és a háta mögé mutatott, ahol három furcsa szerzet áldogált szégyenlősen. Nekik sincs nevük. Fityirc a fejét rázta. E
ez roppant érdekes. Most tehát van pár gazdátlan szavunk, és néhány valamink, amiknek nincs nevük. Csak össze kell párosítanunk őket. Úgy kezdték, hogy Pofánka felolvasta a füzetéből a semmit nem jelentő szavakat, aztán a kuflik egyenként megnézték, melyik neve nincs dologra illenek a legjobban. Szerintem ez itt egy slum. És ez most jó nekem? Igen, nagyon illik hozzá. Ez meg egy zsorgy! Az elégedetten csuklott egyet, úgy látszott, örül neki. Ő pedig csak egy vahangyi lehet. A vahangyok szerintem nagyobbak ennél, és szőrösebbek is. Az északi vahangyok lehet, de ez itt egy kicsi és csupasz déli vahangy. Te így értesz a vahangyokhoz. Tudok ezt azt a nem létező dolgokról. Na de melyiket hívjuk Tomsnak? Szerintem ezt így. Az mellette pedig egy pönc. Úgy látom, a Tomsok és a pöncök eléggé hasonlítanak. Ahhoz nem eléggé, hogy ugyanúgy hívjuk őket. Ezzel el is fogyott Fityisz gyűjteménye. Gyerekek, még maradt három szavatok. Vargyvuk, Klavzér és Xong. Mi legyen velük? Szerintem boldogan el lesznek nálunk, amíg találunk nekik valami jó kis jelentést. Remek! Így már nem is annyira szunnyadt ez a nap. Akár játszhatnánk is valamit. Például Zsunyért vagy Kopollán. De az előbb azt mondtad, hogy ezek a szavak sem jelentenek semmit. Épp ezért lehetnének két új játék neve, amiket pont most fogunk kitalálni. Ez annyira jó ötletnek tűnt, hogy a kuflik rögtön ki is próbálták. És mivel remekül ment, kipróbálták még egyszer, és még egyszer. Még csak el nem múlt a délután. Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla bájét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte Pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana. És ha zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a réten mindenféle alapanyagról. Akadik kácat alapanyag, mászat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy zöldcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről.
Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik, rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi! Azért lehet ezen segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darás plombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem? Oly egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. Ámbozárat, nagyozárat. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti, azt tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag, aljózsárav. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárod, abmogzsárav. Ti még el sem indultatok? Meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét. Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején zödör. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat él, mint máskor. És lehettünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk. Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet, helyeselt Titus. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt! Mondta Titus, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Mocsok!
Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappangya fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabotyok, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszom. Mert jól hangzik, mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egérszőr íze van. Dünnyögte Titus tele szája. Titus, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is fityírtsz! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel Pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tette. Gyerekek, csak nem szőrbogyót emédeltetek, ha-ha-ha-ha! Ennyire látszik. Gyakran megesik talánta. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj! Nézett rám érgesen Pofánka. Akár harmat is, ha-ha-ha-ha! A szőr melegít a hidegben. Jelmezbalban lehettek, márvá család! Ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathattok magatoknak! De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medvének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem! Erre is van megoldás! Háromféle is! Megvárjátok a tavaszi vedlést? Kopaszkóró kérget rágtok? Vagy kipróbáltok egy varázsigét? Én a másodikat választanám! Remé! A kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől. A kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom! Ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Uha! Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szőrtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet, ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról.
Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle, gyerek. Béla bá távcsöve. Egy pompás nyári reggelen Béla bá kupac tetején nézelődve észrevett valamit a távolban. Elővette hát a zseb távcsövét. Béla bá távcsöve. De hát ezt már mondtam az előbb. Na mindegy. Igen ám, csak hogy amint Béla bá a szeméhez illesztette a távcsövet, az üvege kiesett és elgurult a fűben. Hey, Amanórunk, jön meg! Bosszankodott Béla bá. Mit csinálsz? Mi történt? Hey. Valér odaugrált, hogy segítsen. Régi darab már! Még az öreg apámtól kaptam ajándékba. Pendelyes kufli koromban. Elveszett belőle egy csavar, állapította meg Valér. Csak hogy ilyen csavar nem terem minden bokorban. Mi a csavar? Kérdezte Fityirc. Ilyen régi módi csavar még ott sem, rázta meg a fejét Valér. Efféle holmikat a csocsótánynál érdemes keresni. Szólt közbe egy arra kódorgó, grabancos baflag. Hol lakik az az illető? Kérdezték tőle a kuflik. Rövid sétára innen. Mutatott egy karcsú létra fára a baflag. Néha az az érzésem, hogy valaki kitalálja ide ezeket a furcsa lényeket. Ingatta a fejét Valér, miközben leszögdécseltek a kupac oldalán. Ki tudja? Lehet, hogy minket itt csak kitaláltak ide, mondta Fityirc. Micsoda badarság! Kitalált kuflik, hogy szögdécselhetnének egy igazi réten? Nevetgélt Béla bá. Még tovább is beszélgettek volna, de közben odaértek a létrafához. Kicsit furcsán néz ki, de könnyű felmászni rajta, mondta Valér, mikor felpillantott a fára. Ó, ezek a fiatalok! Rövid kapaszkodás után ott is voltak a csocsótány példátlanul rendetlen fészkében. Mi kéne volna? Kérdezte tőlük a borostás bogár. Egy idevaló csavart keresünk, mutatta Valér Béla bá öreg távcsövét. Csáros kérdés! Dünnyögött a csocsótány. Van egy dobozom tele picnikkel, sróflikkal, csavarokkal, meg zimmentyűkkel. Turkáljatok benne, átaláltok valamit. De ott sincs, nézzetek körül a tokmány a peckek és flaknik között. Egy ilyen apró holmi bárhol elkeveredhet. Még sok ilyen szép szót tud? A szép szavakat ott külön gyűjtöm, néha, mutatott egy viharvert fiókos szekrényre a bogár. És ez itt? Az egy régi típusú egyszerre néző. Ha felveszed, egyszerre látod, ami volt, ami van, és ami lesz. Kipróbálhatom? Persze, de csak óvatosan. Valér a fejére húzta az ütött kopott szerkezetet. Fú, mekkora összevisszaság! Véletlenül nem láttad a jövőben, hogy megtaláljuk-e a csavart? Kérdezte Béla bá. Csak zödönt láttam felbukkanni egy pillanatra. Én is kipróbálom. Két
Képzeljétek! Azt hiszem, láttam, hová tűnt a távcsövem csavarja. Valószínűleg zödönettem meg a vacsóskával együtt. Akkor végképp búcsút vehetünk tőle. Az nem biztos. Lehet, hogy megakadt a torkán, és ezért turkált olyan nagyon a szájában. Menjünk haza gyorsan. Jó, de majd máskor vissza szeretnék jönni ide. Mindig megtaláltok itt. Kivéve szerdánként. Olyankor csocsózni járok a focincénekkel. Mondta a bogár. Mikor hazaértek, a többieket ott találták a kupac tetején. Valami beszorult zödön foga közé. Talán egy csont? Azt mondja, hogy a vacsóskának nincs is csontja. Fordította Hilda. Ha idehajolsz, megnézem, mi az. Zödön nagy nehezen kirángatta a kezét a szájából, és lehajolt Valérhoz. Rögtön gondoltam. Kiáltotta Valér rövid nézelődés után, és egy apró csavart piszkált ki zödön foga közül. De jó, hogy meglett! Akkor játszhatnánk is vele egy távbújócskát. Mi elszögdécselünk jó messzire a réten, te pedig megkeresel minket a távcsöveddel. Remek ötlet! Ingatta a fejét mosolyogva Béla bá. Aztán szeméhez illesztette a távcsövét, és fürkészni kezdte az elhagyatott rét, bokrokkal petyezett végtelenét. Ha nem lennének, tényleg ki kellene találni őket? A guflik és a vándorkaktusz. Második rész. Jöttek-mentek a percek, boroszkáltak az órák, száguldottak a felhők szélsebesen. Akármeddig boldogan elidőznék nálatok, de folytatnom kell az utam. Vár a nagy világ! De hát még csak ma jöttél. Hiába, zsiborog a tüskeimben, a mehetnek. Milyen kár. Olyan jókat kirándultunk együtt. Felejthetetlen seták voltak. Udvariaskodott a kaktusz. Hogy tényleg felejthetetlen legyen az együtt töltött idő. Ma este tartsunk egy pazar, búcsünnepséget. De jó, még sosem csináltunk olyat. Egyszer mindent el kell kezdeni. A kuflik kiosztották egymás közt a feladatokat. Titus vállalta a főzést. Valér azt, hogy szörpnek való gyümölcsöt hoz a rétről. Zödön, hogy a tűzrakáshoz gyűjt száraz ágakat. Pofánka magára vállalta a kupac feldíszítését. Hilda és Béla bá azt, hogy búcsú ajándékot készít a kaktusznak. Fityirc pedig, hát, ő megígérte, hogy majd egész nap távol tartja a hófelhőket. Biztos, hogy ő havazás fenyeget? Sosem lehet tudni. Bármikor ide vetődhet egy eltévedt hófelhő. Vagy egy olyan, amelyik nem ismeri a naptárat. Mondta Fityirc. Csak a vándorkaktusz és a beszélő fatuskó maradt ott a kupac tetején. Csend borult a tájra, mint egy vattával teli kalap. Szívesen veled bennék. Ugyan már! Örülj, hogy ilyen kellemes otthonra találtál. Jó, hát nem mondom. Nagyon jelzik nekem az árdő. Régen sudarfa voltam a távoli brengetákban. Mi az a rengeteg? Beszélő rengeteg, csak rövidítve. Ott mindenfa tudott beszélni. Én talán még az átlagnál is többet. Aztán jött a fafágó, s véget fetett az egésznek. Fafágó? Erősen pozsá volt, azért hívták így. Aztán bosszúból kivágta az egész erdőt. Csicsak! Mirtás lett a rengetegből. Néma írtás, csak rövidítve. Pontosan, vág az eszem. Szóval, valahogy mehetek. Semmi akadálya. Én is sóvárgok az erdő után.
nem fognak hiányozni majd a barátaitok. Nagyon is. De az erdő utáni vágyakozás mindennél erősebb. A búcsünnepségre néhány rétlakó is eljött, hogy búcsút vegyen a vándorkaktusztól. Bár az is lehet, hogy csak a büfé miatt. A kuflik gondoskodtak róla, hogy minden nagyon ünnepélyes legyen. Béla bá még beszéddel is készült. Hölgyeim és uraim, milyen tisztelt publikum! Egy nagyon kedves baráttól búcsúzunk ma este. Arutól. Ezt meg hogy érted? Izé, az a helyzet, hogy én és Mohamonyi elmegyünk vele. De hát miért? Nagyon hiányzik nekünk az erdő. Honvágyunk van. Hát. Hümmögtek a kuflik szomorúan, de megértően. Az a fontos, hogy mindig tudjuk, merre tovább. Erről eszükbe jutott az ajándék. Egy zseb eltévedés gátló. Ó, mindig erre vágytam, csak nem tudtam róla. Mondta meghatottan a vándorkaktusz. Kicsit rázós lesz, de mit várjuk egy fapados járattól? Fél fejjel, barátod. Biztos találkozunk még. Vagy igen. Vagy nem. Sóhajtott a pofánka, és egy-egy vadmarcipán magot adott barátainak. Ha elültetitek, a bokrokról majd mindig emlékezni fogtok ránk. A kuflik odafentről nézték, ahogy a vándorkaktusz leereszkedik a kupac oldalán, aztán bőröngyét és a rákötözött fatuskót maga után húzva, elindult a látóhatárt petyező kócos bokrok közön. Ej, de szomorú volt ez a rész! A kuflik és a szélposta. Egy őszi éjszakán nagy szél süvített át az elhanyatott réten. Történt itt tegnap óta. Mindenfelé csupaszon meredeznek a bokrok ágai. Nézett körül másnap reggel pofánka a kufli kupac magasából. Lomtalanítás volt! Mondta Béla bá. Az őszi szél járt erre és lefújta róluk a leveleket. Szemtelenség! Megyek és visszavarrom őket a helyükre. Kiáltott a pofánka mérgesen. Én is megyek. Csatlakozott hozzá Hilda. Olyan szomorúan néz így ki az elhagyatott rét. Valahogy olyan elhagyatottan, bolintott Fityirc, és ő is Hilda után szögdécselt. Addig mi talán társasozhatnánk egyet? Fordult Titus a többiekhez. Így is tette. Hogyan kezdjünk hozzá? Nézett körbe pofánka. Szerintem mindegyikünk válasszon magának egy-egy bokrot. Javasolta Hilda. Azzal előhalászta a zsebéből a zsebvarró készletét. Azzal varrogatni kezdtek.
Pofánka egy medvebimbó bokrot nézett ki magának, Hilda egy közeli vattabogyó bokorhoz szögdécselt oda. Mostanában könnyen avarba jövök. Figyircnek pedig némi tépelődés után egy gírbegurba törzsű tyúkfog bokorra esett a választása. Nem volt könnyű munka, mert sokat kellett hozzá hajolgatni, meg persze nyújtózkodni, amikor a felső ágakra kellett felvarni a leveleket. Ki hitte volna, hogy ennyi levél van egy bokron? Ha! Sóhajtott a pofánka. Fé, a mindenit. Azért végül csak elkészültek. Egészen csinosak. Pihenjünk egy kicsit a kupacunknál, mielőtt folytatjuk a munkát. Ígyünk egy teát, rágjunk egy kis sütit, vagy valami efféle. Ezzel a többiek is lelkesen egyetértettek. Ám ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, ismét hatalmas szélvihar került. Nagyon sietős lehetett a dolga. Gyerekek, rám is sorhattátok néhány levelet, ha időtök engedi. Mondta nevetgélve a beszélő fatuskó. A leveleink. A teringettét, mondta Titus, mert ennél éppen nem jutott jobb az eszébe. Most mit tegyünk? Kezdjük előről az egészet. Aztán jöjjön egy újabb szél. És megint elfújja a leveleket. Talán megkérhetnénk őket, hogy ne csináljanak többet ilyet. Írjunk nekik falevélre, abból igazán nincs hiány. Akár kezdhetjük is. Keressünk szép nagy faleveleket. Na de mennyit? Összesen hány szélnek is kell levelet írnunk? Lássuk csak! Van az a szél, amelyik lefújja a kalapomat. Meg van az a másik, amelyik a fűszálakat táncoltatja. Aztán amelyiktől kipirosodik az orrunk. És amelyik megdösi hátunkat szögdécselésre. Egy másik pedig összekolcolja a frizuránkat. És ott van az, amelyiktől borzong a tokánk. Gyerekek, ez eddig csak hat. Ja, meg még van az a szél is, amelyik fütyül mindenre. Kiáltott a fityírc, aki eddig valami máson töprengett. Az összesen hét! Összegezte a hallottakat Béla bá. A kuflik kerestek hét nagyobbacska falevelet, majd mindegyikük elővette a zsebtöltő tollát, és nekiállt a levélírásnak. Volt, aki szép, hosszú levelet írt, volt, aki egészen rövidet, mert csak három betűt ismert az ABC-ből, és olyan is volt, aki inkább rajzolt. Na jó, de most hogyan küldjük el a leveleinket? Kérjük meg a következő erre járó szelet, hogy legyen a postásunk, és vigye magával őket. Szélposta! Ez aztán igazán eredeti ötlet. Nem kellett sokat várniuk. Hamarosan táncolni kezdtek körülöttük a fűszálak, majd a szél kikapta a kuflik kezéből a faleveleket, és már repült is velük tovább. Kíváncsi vagyok, télba érnek-e a leveleink? Amíg kiderül, ígyunk egy orbogyó teát. Ez az. Kiáltottak a többiek, hiszen nincs is annál jobb egy ilyen szeles őszi napon. A kuflik és a vándorkaktusz. Első rész. Vannak napok, amikor az alacsonyan szálló felhők szinte súrolják a hasukkal az elhagyatott rétet. A szél egy régi dal fütyörészik, az ég pedig olyan színű, mint a nádi cukorka csíztolla. Mivel ilyen madár történetesen nem létezik, ezt a színt mindenki olyannak képzeli el, ami ennek csak kedve tartja. Szerinted van a felhőknek köldökük? Kérdezte Fityirc pofánkától.
ez meg mire jutott eszedbe? Nem is tudom, talán arról, hogy... Jaj! Beleültem itni ebbe. Igazán, ne sajnálom. Messziről érkeztem, nem tudhattam, hogy itt szoktál pihenni. Mondta bocsánat kérően a kaktusz. Messziről? Ezek szerint külföldi vagy? Igen, vándorra kaktusz vagyok. Hozzam a nagyvilág. Milyen izgalmas. Itt a kupacunkon nyugodtan kifújhatod magad. Legalább lesz alkalom, hogy mesélj az utazásaidról. Ezer rommel. Végre valaki látogatóba jön hozzánk. Ráadásul egy világutazó. Annak idején én is körbeszögdítseltem a félvilágot, a Szörszivacs szigetektől Bokaficándig, vagy még tovább. Bólogatott Béla bá. A Szörszivacs szigeteken én is jártam, útban Bögre földje felé. Tettem ott egy rövid pihenőt. Hagyatott rétre, hogyan bukkantál rá? A kitalált erdőbe igyekszem, úgyhogy pont ott beesett. Nagyon örülök, mert már sok különleges dolgot olvastam erről a helyről. Olvastál? Azt hittem, ezt a rétet senki nem ismeri. Lehet, de könyveket írnak róla. Vonta meg a vállát a kaktusz. Érthetetlen! Ezen a réten soha nem történik semmi érdekes. Eseménytelenül telnek itt a napjaink. Azért én szívesen körülnéznék ezen a néptelen vidéken. Minden olyan helyre kíváncsi vagyok, ahol még sosem jártam. Hát akkor a kuflik Titus vezetésével először a közeli vadmarcipán bokrokhoz sétáltak el. Az aztán nagyon különös. Mikor jól laktak, elindultak a ligethez, ahol egyszer Béla bá fának álmodta magát. Hová? Kérdezte tőlük egy lábas csiga. Megmutatjuk barátunknak az elhagyatott rétet. Akkor semmiképpen se hagyjátok ki a lehetetlen ligetet. A taflik és a zsakócák pálfrányevő versenyt tartanak a tavasz tiszteletére. De hiszen a tavasz már régen elmúlt. Tudom, a taflik és a zsakócák sosem kapkodják el az ilyesmit. Hát, útközben a kuflik megmutatták a kaktusznak a fát, amelynek törzsén a manótevék liftjének ajtaja nyílik. Fú, de menő! Aztán a fát, amiben a kulcsuk alakú odú van. Ami de... Majd a csocsótáj létrafáján. Wow! Sok különös fa nő ezen a réten. Ezek után felkeresték Dr. Furcsa bakancs alakú házát. Páratlan! Majd a táblát is, amire az van írva, hogy... A rét közepe. Elképesztő! Mikor odaértek a lehetetlen ligethez, nagy csődület fogadta őket. Vajon ki lesz a győztes? Végül szoros küzdelemben a zsakócák nyerték a versenyt. Lassan, itt a vacsora idő. Hiába! A sport mindig jó étvágyat csinál! Otthon a kuflik ünnepi vacsorát készítettek vendégük tiszteletére. Vacsóskát, vadzabot, vadalmát és vadmarcipánt. Vadító kínálat. Nyelte a nyálát elégedetten zödön.
Egy kicsit itt maradnék, mielőtt tovább indulok a kitalált erdő felé. Ha nem bánjátok, felállítom valahol a sátramat. Maradj, amíg csak kedves tartja. Ilyenkor mindig az a nap jut eszembe, amikor ide költöztünk. Vándorolni jó, de otthonra talán sem utolsó dolog.